Egy olyan kérdésről szeretnék gondolkodni, ami a legfontosabb kérdés, azt gondolom a minden keresztény számára, ez pedig az, hogy kit szemlélek az életemben. Mi erre a kérdésre az egyértelmű válasz? Egy keresztény embernek kit kell szemlélnie? Jézust, ugye? Kell. Már benne van ez a kell, ez nem jó szó. Nem jó úgy kezdeni, hogy kit kell szemlélni. Úgy is lehetne feltenni a kérdést, vagy úgy is feltehetném a kérdést, hogy mi a kiváltságunk, hogy kit szemlélhetünk. Ami már nehezebb kérdés, hogy vajon ez a szemlélés ez miért nem működik jól az életünkben. Mi az, ami kisiklatja az életünkben azt, hogy egészséges irányba tudjunk nézni, és ez az egészséges irány, ez bennünket is egészségessé tegyen. Hát a Bibliának ez a központi tanítása, az, hogy megváltottak vagyunk, és ha megváltunkkal élő, valódi kapcsolatot tudunk fenntartani, akkor az életünk az egy kiteljesedő boldog élet lesz. Még mielőtt egy kicsikét közelebbről is megvizsgálnánk egy-két bibliai történetet, azt szeretném nektek feltenni kérdésként, hogy együtt gondolkodjunk, hogy hány olyan bibliai történetet ismertek, vagy kijelentést, amikor Isten személyesen szól egy emberhez. Egyértelműen lehet hallani az ő hangját, egyértelmű üzenet is. Tudtok-e ilyen bibliai szakaszokat mondani? Mondjuk az Ószövetségből. Egyszer egyetlen, most ha túl sokan. Bátran jelezzétek, hogy... Igen? Ábrahám. Ábrahámnak mit mondott Isten? Egyértelműen. Megsokasítja, ha engedelmes lesz neki, és megsokasítja. Hát olvasunk arról a kijelentést, hogy Isten azt mondja, hogy megsokasítom a magodat, nagy népét teszlek. Mondott mást is Ábrahámnak Isten? Mondott, ugye? Gyere ki Úr Kazdimból, ugye? Vándorolj egy pár kilométert. Vagy én az mindenható Isten vagyok, járj előttem is, légy tökéletes. Ugye olvasunk ilyen kijelentéseket, amik egyértelműen ott vannak, és néha, hogy vágyodunk arra, hogy Isten nekünk is így szóljon ilyen egyértelműen, ugye? Kijelentse magát, és tudjuk azt, hogy igen, ez Isten hangja, és ő ezt mondta, és ezt akarja. Mondjuk van olyan is, amit annyira nem szívesen hallott szerintem Ábrahám, amikor mondta, hogy menj és áldozz fel a te fiadat, az egyetlenedet. Azt is Isten mondta neki, ugye? Aztán milyen ószövetségi szakaszokat tudunk, ahol Isten egyértelműen szól és hallatja az ő hangját? Mózes. Melyik kijelentésre gondolsz? A csipkebokornál, ugye? Hogy menjen vissza. Aha. Akár a csipkebokornál, ugye? Amikor ott van Midian pusztájában, és azt mondja neki Isten, hogy menj és hozd ki az én népemet Egyiptomból. Elég egyértelmű hang. Igen? Volt például, amikor Jézusiknak ugye menekülni kell Heródes elől, és megmondja nekik, hogy hol menjenek Heródes elől. Igen, bár ott, ez igaz, bár ott inkább álomban van a kijelentés. Igen. Tehát én most szándékosan azt kezdem, hogy amikor egyértelműen azt jelenti ki a Biblia, hogy Isten szól, és valaki hallja ezt a hangot, nyilván álomban is szólhat Isten. Hágárnak? Mire gondolsz, amikor a gyermekével? Menekül a gyermekével. Egyébként a Biblia tele van, tehát hogy most ezt sorolhatnánk még hosszú-hosszú percekig, órákig, hogy hányszor szól Isten egyértelműen, hallhatóan, tele van az Ószövetség ilyen kijelentésekkel. Az Ószövetségben? Ugye Pál apostol Damaszkuszi úton egyértelműen hallja ugye a hangot, az Istennek hangját. Tessék? Az evangéliumok csak erről szólnak, nem? Hát itt volt Jézus a Földön, így van, köszönöm szépen, és minden kijelentése isteni szó volt. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy az evangéliumot átmegátszik, az Isten egyértelmű beszéde, persze az Ószövetséget is. Azért teszem föl ezt a kérdést, azért próbálok közelíteni, mert ugye van olyan kijelentés, amikor Isten szól, és van olyan, amikor Jézus szól. Tudunk olyanról, amikor egyszerre több isteni személy is jelen van, egy ugyanazon helyen? Tudtok erre nézve bibliai történetet feleleveníteni? Jézus keresztség, akkor hány isteni személy van jelen? Három. Mind három, ugye? Ott van maga az Úr Jézus a Jordánban, ott van a Szentlélek galamb formájában, és halljuk az Atya Úristennek a hangját. Azért nem sok ilyen
ilyen jelenet van a Bibliában, ugye? Amikor az isteni Szent Háromság együtt nyilatkozik meg. És számomra azért nagyon érdekes ez a egyetlen egy ilyen történet az Új Szövetségben, mert számomra nagy jelentőséggel bír, és azt gondolom mindannyiunk számára, hogyha jelen van, úgymond jelképes, szimbolikus formában a Szentlélek, halljuk az Atya hangját, és ott van az Úr Jézus, akkor mi az a szózat, ami ilyenkor elhangzik? Mi az a kijelentés, ami ilyenkor az emberek füle hallatára elhangzik? Még mielőtt ezt megnézzük, próbálj meg Jézus szempontjából, vagy Jézus szemszögéből megvizsgálni ezt az egész történetet. De Jézus szolgálatát tulajdonképpen ezzel az eseménnyel kezdi meg, ugye? Tehát megkeresztelkedik, és utána hova megy? A keresztség után Jézus hova ment? Ugye, a pusztában. Készül a szolgálatára, megkísértetik, és amikor visszajön a pusztából, akkor megkezdi a tanítói szolgálatát. Az első fontosabb fellépése az volt, hogy megkeresztelkedett, úgymond kifejezte a szövetségét, az egységét az Atyával. És a Szemelvények első kötetéből Ellen White-tól idézek a 259. oldalról. A következőt idézem. A keresztségekor a mennyből kijelentett szavak nagyon értékesek voltak Jézus számára, és bizonyították, hogy Atya helyeselte azokat a lépéseket, melyeket megváltási tervben az ember helyetteseként és jutalójaként megtenni készült. A megnyílt felhők és a galamb szimbóluma azt bizonyították, hogy a mennyben lévő Atya egyesíteni fogja erejét a földön tartózkodó fia erejével, hogy az emberek megszabadulhassanak Sátán fogságából. Isten elfogadta Krisztus törekvését, hogy összekösse a földet a mennyel, a véges embert a végtelen Istennel. Tehát jelképezte mindez azt, hogy Isten összeköti a saját erejét a fiának az erejével, és így az emberek megszabadulhatnak a bűn fogságából. És amikor Jézus ezt a szolgálatot megkezdte, akkor szólt egy szózat az égből, ami úgy szólt, hogy... Emlékeztek, hogy mi hangzott ott el? Mi hangzott ott el? Íme az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Vagy te vagy az én szerelmes fiam, benned gyönyörködöm. Az evangéliumok kétfajtaképpen írják le, de a lényege ugyanaz, ugye? És én azon gondolkodtam, hogy ilyenkor, amikor egyszerre halljuk, vagy látjuk ugye a Szent Háromságot, akkor nem valami egyértelműbb kijelentésnek kéne elhangoznia. Valami utasításnak, kijelentő módban. És itt nem ezt olvasunk. Mit olvasunk? Ez egy önvallomás, nem? Tehát ez egy olyan ritka kijelentés a Bibliában, amikor Isten tulajdonképpen csak egy én közlést alkalmaz. És elmondja a fiának, hogy te vagy az én szerelmes fiam, benned gyönyörködöm. Hogy íme az én szerelmes fiam, és én benned gyönyörködöm. Mi lehet a jelentőség ennek az egyszerű kijelentésnek? És vajon miért ez hangzik el, és miért nem valami más? Azon gondolkodtam, hogy próbáltam ezt a történetet magam számára közelebb hozni, hogy most már én is szülő vagyok, hála Istennek, és egy szülő egészen másként tud a megváltásra is tekinteni, azt gondolom, mint egy nem szülő. Hogyan szülők, akik szülők vagytok, hogyan tekintetek arra, amikor a gyermetek önzetlenül viselkedik, vagy áldozatokat hoz másokért, vagy kifejezik különleges módon a szeretetét? Tudunk gyönyörködni a gyermekeinkben? Ki az, aki tud? Vagy ki az, aki gyönyörködött már a saját gyermekeiben? Van ennél szebb élmény az életben? Nem sok, ugye? Amikor a saját gyermekemben gyönyörködhetem. Amikor azt élem meg, hogy amit ő tesz, az tényleg, tehát, vagy aki ő, az egy csoda. És ezek apróságok, ugye meséltem akár én is a gipszes történetenkről legutóbb, most a héten is volt. Egyik reggel fölébredtünk, és Ambrus mondja nekem, hogy apa, szeretném odaadni a játékaim egy részét a szomszédba, mert hogy nekem sokkal több van, azt hiszem, meg azoknak a gyerekeknek nincsen játékuk. Emlékszel, Ambrus? És mondta, hogy szeretem odaadni neki a Tigrist, meg mit tudom én, még ezt a könyvet, meg azt a könyvet, és nem azt nézte, hogy melyik milyen értékes neki, hanem hogy hogyan tudna örömet szerezni. És én nagyon örültem ennek. És azt mondom, minden szülő örül akkor, amikor azt látja, hogy a gyermeke az tényleg önzetlenül tud viselkedni, és kifejezi a szeretetét a maga kis egyszerű vagy gazdag eszközeivel.
És gondoljunk bele így, hogy mi lehet az atyának látni a fiát, aki eljött erre a földre, és azt mondja, hogy én vállalom a kígyó létet. Én annyira szeretem a teremtményeimet, én annyira szeretem az embert, hogy feláldozom magam. Hogy mindent veszni hagyok, hogy mindent kockáztatok. Azért, hogy az a szeretet ez ki tudjon teljesedni az ember felé. És erre az atyának egy válasza volt, hogy te vagy az én szerelmesem, és a gyönyörködöm benned. És miért lehetett Jézusnak ezt megélni? És ezt tapasztalni, az atya kifejezi a szeretetét felé, egy ilyen különleges módon. Ugyanakkor mi mindent üzenhet ez nekünk? Ugye három dolog, de szerelmes fiam vagy. Én szeretlek, szerelemmel szeretlek, egyfajta szerelemmel szeretlek. Gyönyörködöm benned. És nem itt, hanem a megdicsőülés hegyén elhangzik még egy kijelentés ehhez. Tudjátok mi az? Amikor fölmegy a megdicsőülés hegyére, ugye Jézus kikkel? Ki volt ott a megdicsőülés hegye Jézussal? Péter, Jakab és János, ugye? Tehát nem sokan vannak egy szűk körben. Ott ugyanez elhangzik még egyszer, ugyanez az üzenet, hogy ő az én szerelmes fiam, benne gyönyörködöm, és van még egy mondatrész. Tudjátok folytatni? Őt hallgassátok. Így van. De nagyon fontos plusz hozadék. Itt arról beszél, és tulajdonképpen ez az egész Bibliának a központi üzenete, hogy kit hallgatok, kire figyelek, ki az én gondolatom, ki az én szívem. És azt mondja az Úristen, hogy itt van az én fiam, szerelmes fiam, és gyönyörködöm benne. És azt szeretném, hogy mi is ezt tudjuk mondani. Én az én szerelmes megváltom, gyönyörködöm benne, és én őt hallgatom, nem mást. Őre figyelek, őre fókuszálok, övék a legszentebb érzéseim, érzelmeim, övé az életem. Isten ezt szeretné elérni nálunk is. De sokszor nem működik, mert mi másra nézünk, másra figyelünk. Megbetegszik a látásunk. És rossz az irány. Rossz az irány. És az összes problémánknak ez az oka, testvérek. Ha nagyon leegyszerűsítem az életben a rossz működést, az a rossz működésünknek az oka, hogy rossz irányba nézünk. És ha rossz irányba nézünk, megbetegszik a látásunk, és már nem úgy látunk, hogy Isten szeretné, hogy lássunk és gondolkodjunk. Ha most megint ebből a könyvből idézek a 245. oldalról, akkor szintén leegyszerűsítve Ellen White a következőket írja. A megoszlás, a viszálykodás és a nézeteltérés nem más, mint a Krisztustól való elkülönülés. Elég egyszerű mondat, ugye? De olyan egyszerűségében is mégis olyan lényeget megfogó. A nézeteltérés, a megoszlás, a viszálykodás nem más, mint a Krisztustól való elkülönülés. Krisztus az a központ, ahová mindenki figyelmének irányulnia kellene. Minél közelebb kerülünk a középponthoz, annál közelebb kerülünk, hogy folytatjátok a mondatot. Minél közelebb kerülünk a középponthoz, Jézushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz. Érzésben, megértésben és szeretetben. Miközben fokozatosan Jézus képe és jelleme rajzolódik ki bennünk. Olyan ez, mint a... Biztos hallottatok már a példát a bicikli kerékről. Hogy minél közelebb vannak a küllők az agyhoz, a középponthoz, annál közelebb vannak egymáshoz is, ugye? És fordítva, minél távolabb vannak a középponttól, annál távolabb vannak egymástól is. Az egymással való kapcsolatunkban a kulcs az, hogy milyen a kapcsolatunk a megváltónkkal. És hogyha egy közösségen belül viszálykodás, ellenségeskedés van, akkor itt a probléma gyökere, hogyha nagyon egyszerűen szemléljük ezt a kérdést. Hogyan vagyunk Krisztusra? Hogyan vagyunk a központtal? Nem tudom, hallottátok a mesét az emberi szívek távolságáról. Van egy nagyon egyszerű kis mese. Hallottátok már azt, amikor egy tanító a tanítványaival beszélget, és hallanak egy vitatkozó családot? Nem ismerés a történet? Elmondom nektek. Egy tanító egyszer egy kiabáló családot hallgatva megkérdezte tanítványait, miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek? De jó kérdés. Dühösek az emberek, kiabálnak egymásra. A tanítványok elgondolkodtak, és az egyikük így szólt, amikor elveszítjük az önuralmunkat, kiabálunk. De miért kell kiabálni, amikor az, akihez beszélsz, ott áll melletted? Ugye? Tehát hallja. Minek kell fölemelni a hangunkat? Érthető a kérdés. Halkan is elmondhatnád ugyanazt. Persze, hozzáteszem, azért vannak, akik tudnak halkan is
szúrni, ugye? Nem tudom, ismerős ez a magatartás. De általában ez a ritkább. Tehát halkan is elmondhatod azt, amit akarsz, miért kiabálsz, mondja a tanító. Tanítványok nem találták a választ, és tanítójuk a következő magyarázatot adta. Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik egymástól. A távolság miatt kiabálniuk kell ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság. Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan beszélnek, mert a szívük nagyon közel áll egymáshoz. Nincs köztük távolság. Amikor még jobban szeretik egymást, annyira egy helyen van a szívük, hogy már halkan sem kell megszólalniuk, megértik egymást már abból is, hogy csak egymásra néznek. Ilyen közel állunk egymáshoz, amikor szeretet van. Ugye egyszerű kis történet, de mégis olyan szívetmelengető, mosolyogtató ez a kép, ahogy elképzeljük, hogy távolodik a szívünk egymástól a feszültségek hatására, és ahogy elkezdünk egymással indulatosan, dühösen, és hát nem méltó módon bánni, beszélgetni. Ez a történet persze hiányos, mert az jól képviseli, hogy hogyan távolodik el a szívünk egymástól, de hogy mitől lesz közelebb, mitől lesz egy. Mert Isten erre vágyik, hogy mi egységben legyünk vele, és egységben legyünk egymással, a testvéreinkkel, a hit testvéreinkkel. Egyébként nem tudok semmi jót mondani, tehát nem is szándékom. Csak azt tudom megerősíteni, amit mindannyian tudunk. De a gyakorlatban sajnos mégis rossz utakra tévedünk, rossz irányba nézünk, egymás hibáit méricskéljük, egymásra mutogatunk, és így nyilván céltéveszt az életünk. Szeretnék visszautalni arra a történetre, amit a Bibliából idéztünk. Ugye Jézus azt mondta, ez volt az illetve nem Jézus, az Atya, Jézus szolgálatának a kezdetekor, hogy én az én szerelmes fiam, gyönyörködöm benne. Ennyi volt az első kijelentés, amikor Jézus megkezdte a szolgálatát. Később hozzátette azt is Isten, hogy őt hallgassátok. És amikor Jézus elmegy azután a pusztába, és megkísértetik sátántól, és visszamegy, mi történik, tudjátok-e? Hát amikor Jézus a pusztából visszamegy és megkezdi a szolgálatát, hogyan kezdődik az ő szolgálata? Tessék? A kánai mennyegző előtt mi történik? Tessék? Bátran, legfeljebb nem jó válasz, és akkor megnézzük egyet a Bibliából. Nem, itt még nem szaporít. Az a kánai menyegző. Az a kánai menyegző. Az első tanítványok csatlakoznak Jézushoz. Az első tanítványok elhívásaként szoktuk ezt említeni még. De az érdekes, hogy szeretném, ha megnéznénk azt, hogy amikor Jézus visszajön a pusztából és találkozik az első tanítványaival, akkor hány tanítványt hív el Jézus, és hány csatlakozik hozzá? Tessék? Ismerik? Ja, kísérik. Na, nézzük meg, ez a kísérés hogyan valósul meg. János evangélium legelső fejezetében találkozunk ezzel a történettel. A 35. verstől szeretném olvasni az igét. Tehát János evangélium első fejezet 35. versétől olvasom az igét. Másnap, mármint a keresztség másnapján olvassuk ezt, egész konkrétan. Ismét ott állt János és kettőző tanítványai közül, és ránézve Jézusra, mint ott járt, mondta, íme az Isten báránya. Tehát minthogyha ez mégsem a megkísértéskor lenne, hanem még előtte, azt olvassuk, hogy bemutatja Keresztelő János Jézust újból, és azt mondja, itt az Isten báránya, és ott van akkor két ember, aki ezt hallja. Azt olvasjuk. És hallotta őt két tanítvány, amint szólt, és követték Jézust, Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, mondta nekik, mit kerestek? Azok pedig mondták neki, rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol laksz? Mondta nekik, gyertek és lássátok meg. Elmentek és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, volt pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották, és őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Tehát ki az első két tanítvány, aki követi Jézust? András és ki a másik?
Hát ez az nem tudjuk, hogy ki a másik. Valószínűleg János lehetett, mert hát kírnál az evangéliumot, hogyha nem, valószínűleg ő volt a másik. Tehát ott van az első két tanítvány. Hogyan mentek ők Jézushoz? Jézus hívta őket? Nem, ugye? Azt mondta keresztre János, hogy itt van az Isten báránya, és ők oda mentek hozzá, hogy hol laksz? És mi volt a válasz? Gyertek, lássátok meg! Gyertek velem, lássátok meg! És amikor ez a két tanítvány oda megy és meglátja, akkor mi történik? Ott maradnak. És aztán András megy az ő testvéréhez, Simon, azt olvassuk, ha olvasod tovább ezt a szakaszt. Találkozott ez már, mint András a maga testvérével, Simonnal, és mondta neki, megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus. És vezette őt Jézushoz. Jézus pedig rátekintvén mondta, te Simon vagy a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Hány tanítványa van Jézusnak most már? Ebből a háromból hányat hívott ő személyesen? Egyet sem, ugye? Tehát elgondolkodtad, hogyan lettek az első tanítványok Jézus követői. Nem úgy, hogy Jézus tett volna konkrét erőfeszítéseket, hanem a tanítványok csatlakoztak. De miért csatlakoztak? Hát egyrészt volt, aki rámutasson a megváltóra, ugye a Keresztül János személyében, vagy ugye a Simon Péter részéről András személyében. Másrészt, amikor elmentek és találkoztak Jézussal, akkor olyan dolgot tapasztaltak, ami maradásra bírta őket, nem távozásra. Ott maradtak, mert jó volt Jézus közelében, jó volt őt szemlélni, jó volt mellette lenni. Hogy hívták az első tanítványt, akit Jézus elhívott az evangélium szerint? Tudjátok-e? Csak tovább kell olvasni a Biblia szakaszt. Filip, így mondja a Biblia. A következő napon Galileába akart menni, mármint Jézus, és találkozott Filippel, és mondta neki, kövess engem. Tehát itt az első elhívás. Filip pedig Betsaidából, az András és Péter városából való volt. Találkozott Filip Nátánaellel, és mondta neki, aki felől írt Mózes a törvényben, a proféták megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondta neki Nátánael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta neki Filip, gyere és lásd meg. De ez megint visszatér ez a kifejezés, amit először Jézus mondott, hogy a hol laksz kérdése, hogy gyertek és lássátok meg. Amikor felveti ezt a kérdést, ugye most már itt Nátánael Filipnek, ugyanez a válasz, hát nézd meg, gyere és lásd meg. Látta Jézus Nátánaelt őhozzá menni, és mondta ő felőle, íme egy igazán izraelite, akiben hamisság nincsen. Mondta neki Nátánael, honnan ismersz engem? Felelt Jézus és mondta neki, mielőtt hívott téged Filip, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felelt Nátánael és mondta neki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felelt Jézus és mondta neki, hogy azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. Azt gondolom, hogy ezt a történetet jól ismerjük mindannyian, mégis érdemes egy-két részletét kihangosítani. Az egyik az, ami nekem fontos felismerés volt, hogy az első öt tanítvány közül, akit itt felsorol János evangélista, mindössze egy az, akit Jézus személyesen hív. Ez mindenképp elgondolkodható lehet. És ott van az elf, hogy mi tette a tanítványokat Krisztus követőivé. Az, amit maguk láttak és tapasztaltak, ugye? A gyere és lásd meg kifejezés visszatér többször is ebben a szakaszban. De amire én most a fókusz szeretném konkrétan irányítani és együtt gondolkodni veletek, az, hogy hogyan lett tanítvány Nátánael. Hogyan lett ő Jézus tanítványa? Nem a másik négy, csak Nátánael. Hol találkozunk vele a történetben először? Hol van ő? Amikor megemlíti őt a Biblia? Helyileg, földrajzilag. Tessék? Igen? Hát? Na, fügefa alatt? Hol van Nátánael? Nyilván, hogy került oda, meg hogy miért van ott, ez is egy érdekes kérdés. Erről Ellen White ír részletesebben, és szeretnék most tőle idézni, mert nekem így lett talán még szebb és még elgondolkodhatóbb ez az egész kép. Van egy nagyon jó fejezet szintén a Szemvények első kötetéből, az a cím, hogy hogyan szembesüljünk egy tantételbeli vitaponttal. És itt van egy ilyen alfejezet, hogy menjetek a fügefa alá, és a következőket
Olvasom Nátánaelről, Ellen White tollából. Nátánael hallotta, amint János a megváltóra mutatott, és így szólt, íme az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nátánael Jézusra tekintett, de csalódott a világ megváltójának megjelenésében. Lehetséges, hogy ez a szegény és a nehéz munka nyomait magánviselő ember lenne a messiás. Jézus egyszerű emberekkel együtt dolgozó munkás volt. Nátánael elment, de nem alkotott határozott véleményt Jézus kilétéről. Letérdelt a fügefe alatt, és megkérdezte Istent, hogy valóban ez az embere a messiás. Tehát mi történik Nátánaellel? Keresztelő János rámutat, hogy íme az Istennek ama bárány, aki elveszi a világ bűneit, és mi az első reakciója Nátánaelnek? Csalódás. Ez az ember nem lehet a megváltó, nem ilyennek képzeltem el. Egyszerű munka nyomait viseli magán, egy munkás ember. És csalódik. És aztán elmegy, és azt írja Ellen White, meg hát látjuk is a fügefa alatt, hogy elmegy imádkozni. És a Jézus Élete című könyv 109.-110. oldalán a következőket olvasom. Amikor Filip hívta őt, mármint Nátánaelt, egy csendes ligetben gondolkodott János kijelentésén és a messiásra vonatkozó jövendőléseken. Azért imádkozott, hogy ha az a szabadító, akit János bemutatott, akkor felismerhesse őt, és a Szentlélek nyugodjék meg rajta azzal a bizonyossággal, hogy az Úr meglátogatta népét és felemelte értük az üdvösség szarvát. Filip tudta, hogy barátja kutatja a proféciákat, és mielőtt Nátánael imádkozott a fügefa alatt, megkereste őt. Gyakran imádkoztak itt együtt. Tehát kiderül, neked az egyetemű talán részlegesen a Bibliából is, hogy ismerték egymást, barátok voltak, és azt írja Ellen White, hogy gyakran imádkoztak együtt ebben a ligetben, ott a fügefa alatt. Nátánaelnek, nem? Imádkozik, hogy mi a megoldás, hogy mi a válasz, és ekkor megérkezik az ő barátja, mint egy válaszként az ő imájára. És mit mond? Megtaláltuk, aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták. Ugye ez közvetlen válasz lehetett Nátánaelnek, de mit fűz még hozzá? Ugye a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És az előítélet megint föltámadik, vagy föltámad Nátánaelben, ugye? Ott van az első, hogy hogy néz ki, és jön a második, hogy és honnan származik? Onnan származhat-e bármi, ami jó? Ugye egyik előítéletet sikerül a másikkal hát megfejelni, mondanánk ezt így egy kicsit egyszerűbb, szlengesebb kifejezéssel. Hogyan sikerül egy dupla előítélet falat lebontani Nátánaelnél? Mi segít neki, hogy a két előítélet az eltűnjön? Mi segít neki? Mit válaszol Nátánael? Nátánaelnek, Filip? Mondhatta volna azt, hogy hát nézzünk meg igét, vessünk össze igével. Mondhatta volna azt, hogy hát megmondta a Biblia is, ez meg ez történt, vedd figyelembe és fogadd el. Győzködhette volna? Szoktuk egymást győzködni, hogy mi az igazság? Szoktuk csapkodni egymás fejét, hogy fogadd el, ez meg az, meg amaz? Így meg úgy kéne tenned és gondolkodnod? Mi nem látod egyetemező összefüggés? Ezek az elvek, ezt mondja Ellen White, erre kell menni, pont. Hallottatok már ilyet? Képviselni? Akár a közelmúltban is? Elő szokott fordulni velünk, testvérek, hogy így működünk? És mit mond Filip Nátánaelnek? Azt mondja, gyere, menjünk együtt Jézushoz. Gyere, lásd meg. Ez segít? Rossz a kérdés. Csak ez segít. Inkább így mondanám. Más nem tud segíteni, és mi sokszor mégis elkezdjük egymás fejét csapkodni a vélt igazságunkkal. Menjünk együtt Jézushoz. Tulajdonképpen ezt mondja Nátánaelnek Filip. De ahhoz, hogy ezt mondhassa neki, ahhoz kellett Nátánaelnek is megtenni valamit. Hol volt Nátánael? A fügefa alatt volt. Miért volt ott? Mert ő kereste a választ. Ő nem azt mondta, hogy van egy előítéletem, és akkor leírom a másik szemét. Hanem azt mondta, hogy nem tudom, nem látok tisztán. Akkor hova húzódok? Közelebb az Istenhez. Ilyenkor gyakran azt fordul elő, hogy azokhoz húzódunk közelebb, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi. És elkezdjük a másik tábort bántani. Ahelyett, hogy közelebb húzódnánk Istenhez. Azt mondják, hogy Istenem, nem látok tisztán. Segíts, adj választ, szeretném az igazságot látni.
És ha nem álltok tiszta, mindig mehetünk együtt a testvéreimmel a megváltónkhoz, nem? Nem ez lenne a megoldás? De mégsem így működünk gyakran testvére. Hanem megyünk tévutak, a rossz irányba nézünk, rossz következtetéseket vonunk le, rossz érzések szülnek bennünk, ezeknek hangot adva pedig mások emberek is átragasztjuk ezeket a rossz érzéseket. És Sátán diadalmaskodik, Sátán győz, és az Isten bűve nem tud kiteljesedni bizonyos emberek, embercsoportok életében. Pedig Isten arra vágyik, hogy ki tudjon teljesedni a mi életünkben azzal, hogy kapcsolatban vagyunk vele. Úgy, ahogy ő szeretné ezt előidézni. Aztán, ami nagyon szép, hogy Ellen White tovább viszi ezt a kérdést, nem csak annyit boncolgat belőle, hogy az előítéleteket le lehet bontani a személyes tapasztalattal. Egyébként ez az egyik legfontosabb felismerés a számomra, hogy nagyon sokszor az életemben is vannak olyan emberek, akik nem szimpatikusak, akiket nehezebb szeretni, mint akik kifejezetten ellenszenvesek. De van egy olyan tapasztalatom is, hogy a legtöbb előítélet leépíthető akkor, hogyan lehet a mondatot folytatni szerintetek? Hogyha? Ha megismerem? Ez igaz? Ha megismerem a másikat, akkor könnyebb az előítéleteinket leépíteni? Nem biztos, ugye? Nem biztos. De ha időt töltök a másikkal, ha látom a másik folyamatait, ha nem csak beteg szemüvegen keresztül nézem és csak a hibáit látom, akkor kiderül sokszor, hogy ő is ember. És már könnyebb szeretni, ha nem is fogom elfogadni feltétlenül minden cselekedetét. De egy dolog biztos, hogyha valakivel időt töltök, valakire időt szánok, energiát szánok, találkozom vele és kapcsolódom hozzá, az előítéletemnek legalább a fele, vagy a háromnegyede el tud szállni. De ehhez találkozni kell. És ugyanez van Jézussal is, hogyha nem találkozom vele, csak beszélek róla. Ha nincsen igazi kapcsolódás, akkor ahogy Ellen White is írta, vagy volt ez a küllős példa, ha nem vagyok hozzá közel, a testvéremhez sem leszek közel, és nem fog tudni megvalósulni az, amire Isten elhívott minket. És Ellen White még tovább megy, és van még egy nagyon szép kijelentés itt az idézett fejezetben, a 111. oldalról idézek tőle. Filip azt mondta Nátánaelnek, gyere és lásd meg. Nem azt kérte, hogy fogadja el mások meggyőződését és érveit, hanem hogy nézzen ő maga is Krisztusra. És itt nagyon fontos mondat, vagy mondatok, amiket akár fejből is érdemes megtanulni. Most, amikor Jézus a mennyben van, tanítványai képviselik őt az emberek között. És a lélekmentés egyik leghatékonyabb módja, ha mindennapi életünkkel példázzuk jellemét. Másokra gyakorolt befolyásunk nem annyira függ attól, amit mondunk, hanem attól, amik vagyunk. Az emberek harcolhatnak vagy dacolhatnak érveinkkel, elmállhatnak felhívásainknak, de az önzetlen szeretet élete olyan érv, amelyet nem tudnak megcáfolni. A Krisztus szelídségével jellemezhető következetes élet hatalom a világban. Tehát arra a kérdésre, hogy gyere és lásd meg Krisztust, ha emberek azt kezdik, hogy hol, akkor mi a jó válasz? Az én életemben. Nem? Ha én keresztény vagyok, krisztusi vagyok, akkor, ha egy ember találkozik velem, akkor elvileg Krisztus szeretetével kell, hogy találkozzon. Ha az én fókuszom jó irányba néz. És ez az evangelizációnak a legegyszerűbb módja. Úgy élni, ahogy Krisztus, amivel Krisztus szeretne bennünket változtatni, és az embereket elgondolkodtat. Olyan érv lehet a szeretetnek az élete és gyakorlása, aminek nem lehet ellenállni. Persze lehet, hogy mi nagyszerű bajnokok vagyunk a szavak tekintetében, és jól tudjuk az igét is boncolgatni. De ugye erre mondta azt Pál apostol, hogy ha közben nincsen benne a szeretetnek a hatalma, akkor semmi hasznunk nincs abból, sőt, csak magunkat csapjuk be. Az alapvető kérdés tényleg az, hogy kit szemlélek, és ennek a szemlélésnek van-e gyakorlati következménye. Látható-e az életemben Krisztus? Ha valaki vendégségbe jön hozzám, akkor érezheti azt a légkört, amit Krisztus is árasztott maga körül. Zárásként tényleg utolsó gondolat, egy utolsó idézet a Menjetek a fügefa alá című részből. Ezt írja bátorításként Ellen White. Nekünk is részünk lehet ebben a tapasztalatban, ha kapcsolatban vagyunk Istennel. Isten elvárja tőlünk, hogy ne emberre, hanem őrá hagyatkozzunk.
Arra vágyik, hogy új szívet adjon nekünk, és az Isten trónjától származó világosság kijelentéseiben részesítsen. Minden nehézséggel meg kell birkóznunk, de amikor valamilyen vitaponttal szembesültök, vajon emberekhez kell-e fordulnotok, hogy megkérdezzétek véleményüket, és azok szerint alakítsátok ki a tiéteket? Nem. Menjetek Istenhez, mondjatok el neki mindent, vegyétek a Bibliát a kezetekbe, és kutassátok az elrejtett kincseket. Persze sok mindent ír még Ellen White, most mindent nem fogok felolvasni, de én ezt kívánom neked a teljes szívemből, hogy tudjunk együtt jó irányba nézni és jó irányba tartani. És tudjunk azzal a bizalommal lenni a másik felé, hogyha nem is látunk egyféleképpen, hogyha egy irányba nézünk, egy irányba megyünk, akkor ezek az ellentétek nagyon sokszor feloldhatók, és én ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.